Ebben a videóban klasszikus szóalkotó elemekről lesz szó, a szótörről és a képzőről. Elsőként határozzuk meg, melyik fogalom mit is jelent. A szótő ugye a szónak az a része, amelyhez a toldalékok fognak kapcsolódni. Ezeket a szótövet és a toldalékokat együtt nevezzük szóelemeknek, idegen szóval szegmentumoknak, szóalkotó részeknek. A toldalék az pedig az a része a szónak, azok a szóelemek, tehát a képzők, a jelek és a ragok tartoznak a toldalékok közé, amelyek módosítják a szó jelentését, amelyek mondatba fűzik azokat. Elsőként két fogalommal kell megismerkednünk, az egyszerű és az összetett szó fogalmával. Ezek biztos, hogy az alsótagozatos korodból jól ismerősek számodra. Ugye egyszerű szó, például azt mondom, hogy virág, ez egy egyszerű szó, és azt mondom, hogy virágcserép, ez pedig egy összetett szó. Az összetett szó két részből áll, természetesen vannak többszörösen összetett szavaink is, de a legegyszerűbb esetet nézve, az a két része az összetett szónak, ahol két értelmes szóra tudjuk bontani. Az első felét előtagnak nevezzük, a második felet pedig utótagnak. A többszörösen összetett szavakkal 8. osztályban a szóösszetétel témakörénél részletesen fogunk foglalkozni. A következő fogalom, amit tisztáznunk kell, a szótő és a tőszó közti különbség. Ugye azt, hogy mi a szótő, ezt az előbb megbeszéltük, tehát a szónak az a része, amelyhez a toldalékok kapcsolódnak, a szótő tehát az, amiről leválasztottuk a toldalékot. Például azt mondom, hogy kertes, ebből a szóalakból a kert, ez a szótő, és ehhez kapcsolódik valamilyen toldalék. A tőszó az a szónak az a része, illetve az a szó, amelyhez nem kapcsolódik semmilyen toldalék, tehát például azt, hogy kert, az, hogy nap, az, hogy ház, természetesen ez lehet több szótagú is, például az, hogy egér, teljesen mindegy. Tehát a tőszó egy olyan egyszerű szó, amelyhez nem kapcsolódik toldalék. A szótő a szónak az a része, amelyhez toldalék kapcsolódik. A toldalékok azok olyan szóelemek, amelyek a szavak jelentését módosítják, mondatba fűzik a szavakat, három szóelemet, három toldalékot ismerünk, a képzőt, a jelet és a ragot. Ezeket most sorba vizsgálva ebben a videóban a szótő és a képző tulajdonságait fogjuk részletesen megbeszélni. Kezdjük először is a szótővel. Az ember azt gondolná, hogy a szótő az a szónak mindig a legkisebb értelmes része. Ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz, erre hoztam is néhány példát. Először azonban kezdjük azzal, hogy ezeket a szegmentumokat, ezeket a szóalkotó elemeket hagyományosan számozással jelöljük. Ezek a számok két dologra is nagyon praktikusak. Az egyik dolog az, hogy így nem kell mindig odaírnunk, hogy szótő, képző, stb. Elég csak a saját számát odaírni, ahogy látod a szótő esetében például az egyes számot, a szótöveket egyessel jelöljük. A másik praktikum, ami miatt érdemes ezt a számozásos módszert követned, az pedig az, hogy ennek lesz egy belső logikája, ezek a számok bizonyos sorrendben követik egymást, kevés kivételtől eltekintve, és a ragokig jutva, talán ebben a következő videóban is látni fogod majd, hogy miféle belső logika mentén érdemes ezt a számozásos módszert megjegyezni. Természetesen, ha te nyelvtanórán másfajta módszerrel tanulod ezeknek a jelölését, az is ugyanehhez az eredményhez vezet. Ezt bármivel lehet jelölni, lehetne kisvirággal vagy házikóval is jelölni. Ismert az úgynevezett zászlós módszer, talán már láttad ezt, amikor, itt megmutatom, egy zászlóval jelölik a szótövet, két zászlóval jelölik a képzőt, három, illetve négy zászlóval a többi toldalékfajtát. Mindegy, hogy melyik jelöléses módszert választod, a lényeg az, hogy felismerd ezeket a szó elemeket. Térjünk vissza a szótőhöz. Cáfoljuk meg ezeknek a példáknak a segítségével azt a feltételezést, hogy a szótő az feltétlenül a legkisebb értelmes szó.
Hogyha a feketés szót nézzük, és erről leválasztjuk a toldalékot, és a szótövet keressük, akkor a feketé szót találjuk, ami önmagában ugye nem élő alak. Ugyanilyen az almá szavunk, mind a két esetben azt találtuk, hogy a szózáró magánhangzó megnyúlt. Ugye a fekete az rövid e-ből élet, az alma aljából hosszú á lett. A mehet szóalakban a képzőt, a 6-7 képzőt leválasztva egy olyan szótövet kapunk, amelyre egyáltalán nem ismerünk rá, önmagában nem használatos, ez a megy szónak a megrövidült alakja, a me. Vés tövű szavunk az alvó. A melléknév igenév képzőjét leválasztva róla alv szótövet kapunk, amely szintén önmagában nem áll. A majmok esetében azt látjuk, hogy a majom szó alakból egy magánhangzó kiesett, ugyanilyen a lelkesből a lélek esetében egy magánhangzó kiesett. A szótő tehát egyáltalán nem a legkisebb értelmes szó, hanem az a szó rész, amelyről leválasztottuk a toldalékokat. Nem úgy keressük, hogy az értelmes szót keressük meg, hanem úgy keressük, hogy a toldalékot felismerve, azt leválasztva róla a kiindulási pontot kapjuk. Ezeket tehát a számozásos módszerrel egyessel jelöljük. Ilyen gyorsan oda tudtam írni azt, hogy egyes, míg hogyha mindegyikhez odaírtam volna, hogy szótő, 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 akkor körülbelül itt tartanék. Azért írtam egy másik szót is, látod itt az ellentétes nyilat, a két szavunkat, ami önmagában egy szótő, vagyis egy tőszó, egy olyan szó, amin nincsen semmilyen toldalék, annak ellenére, hogy ott van ez a T betű a végén, amiről ugye majd megtanuljuk, hogy ez nagyon sok mindent jelent toldalékos helyzetében, de itt, hogyha egy szó véletlenül egy olyan hangra végződik, ami egyébként egy gyakori toldalék, attól még ne es abba a csapdába, hogy azt toldaléknak választod le. Itt az a szótő, hogy két, vagyis ez egy tőszó, nem követi semmilyen toldalék. A szótő vizsgálata után folytassuk a képzőkkel. Ismét határozzuk meg először a képzőknek a tulajdonságát. A képző az a szóalak, amelyről itt a bevezetőben ugye azt mondtam, hogy módosítják, illetve hát nagyon gyakran meg is változtatják a szó jelentését, a szófaját is megváltoztathatják, a jelentést tehát mindig a szófajt általában, vagy hát gyakran megváltoztatják. Ez a legbiztosabb jellegzetesség, amiről a képzőt fölismerheted, hogy megváltoztathatja a szó jelentését, bocsánat, nem a jelentését, hanem a szófaját. A szófaját. A jelentést azt mindig megváltoztatja. A képzőket kettessel jelöljük, ahogy itt is láthatod. Hol állhat egy képző? Állhat ugye közvetlenül a szótő után, és állhat másik képző után. Tehát a számozásos módszerben, hogyha képzett szavakat látsz, akkor ugye láthatod azt, hogy egy szótőt követ egy képző, de az is lehetséges, hogy a szótőt követ egy képző, és utána jön még egy képző, sőt esetleg még egy képző. Ugye nagyon jól ismert a nyelvhasználatban, gyakran halljuk ezt a túlképzett vicces szóalakot, a megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért szóalakot, ami egészen odáig, hogy megszentségteleníthetetlenségeskedés, odáig csupa-csupa képző, tehát egy szótő után, illetve két szótő után, mert egy igekötős igéről van szó, rengeteg-rengeteg képzőt találunk. Ez az erőltetett szóképzet alak azt mutatja pusztán, hogy a magyar nyelv alkalmas erre, hogy sok képzőt halmozzon egy-egy szónak a végére, de nem minden esetben célszerű ez, természetesen ez már konkrét jelentéssel nem is bír. A következő részében a videónak szeretném a leggyakoribb képzőket megmutatni neked, példákon keresztül fogjuk ezeket végigvenni. Felhívom a figyelmedet arra, hogy ezek csak a gyakoribb képzők, azokat próbáltam meg számba venni, amelyek az általános iskolás anyag ismerete végére, tehát 8. osztály végére feltételezhetők, hogy tudnod, ismerned kell őket. Az első képző párunk az ász-ész képző. Ász-ész képző. Ez foglalkozásnév képzőnek is nevezik, ugye kertész, halász.
Most, hogyha már szóelemekre bontjuk, tehát szegmentáljuk ezt a szót, akkor a kert az ugye egy főnév, a kertész szintén egy főnév, a hal főnév, a halász szintén egy főnév, tehát azt tapasztaljuk, hogy az ász-ész képzőnk az egy szófaj tartó képzőnk. Szegedi-budapesti. Ugye Szeged a szótő, hogyha azt leírnám, akkor nagybetűvel írnám, hiszen akkor egy tulajdonnév, de láthatod, hogy az i melléknév képző miatt kisbetűvel kell írni. Ugyanez a helyzet a budapesti szó, szó alakjával, ez ugye két szótőből áll, hiszen összetett szó, és a végén egy melléknév képző van. Tehát ez az i, ez egy melléknév képző. Nincs külön neve. Szófajváltás történt, tehát egészen biztos, hogy képzőről van szó, hiszen csak a képző tudja megváltoztatni a képzett szó szófaját. Szépít, tanít. Ugye itt található az ít képző, a szép a szótő, a tanít pedig egy igét képeztünk belőle, tehát ez az ít képző, ami igét képez. Itt szeretnék egy pillanatra megállni, és egy zárójelben kitérni a szavak toldalékolásakor egy alapvető problémakörre, ez pedig a kötőhang problémaköre. A kötőhang. A kötőhang az a magánhangzó, amely segít abban, hogy a szót kimondjuk. A magyar lehetőség szerint kerüli a másalhangzók túlzott mértékű torlódását, ezért gyakran ezt a másalhangzó torlódást kötőhang betoldásával oldja fel. Például, hogyha azt a szót nézzük, hogy mondjuk könyvek, ugye itt az a szótő, hogy könyv, és a K az majd egy jel lesz, a többes szám jele, előtte azonban ez az E hang, ez egy kötőhang. A kötőhang mindig magánhangzó, és csak rövid lehet. Azért éppen itt jutott eszembe ez a kitérő a kötőhangokkal kapcsolatban, mert ebben a példánkban, ugye a szépít, tanít esetében itt van ez a magánhangzónk, az ít, de ez semmiképpen nem lehet kötőhang, hiszen hosszú magánhangzó. Jegyezzük meg a kötőhangról azt is, hogy természetesen mindig két másalhangzó között áll, és a szó végén nem fordulhat elő, hiszen akkor mit kötne? Nem követheti akkor ugye semmi, össze kellene kötnie. Tovább haladva a gyakoribb képzőkkel a 6-7 képzőt látjuk. Ez a 6-7 képző, aminek az a neve, hogy ható ige képző. Valamilyen feltételes jelentést érzünk benne, nézhet, olvashat, ugye nem bizonyos, hogy megtörténik, de ne keverjük össze a feltételes mód jelével, hiszen az a nézne, olvasna lenne, és ez ugye nem ugyanaz. Nanenánét, a feltételes mód jelét a jelek között majd a következő videóban megtalálod. Tudatlan, kéretlen, alaktalan, képtelen, sótlan, étlen, ugye étlen szomjan abban a szószetételből. Atlan, etlen, talan, telen, tlan, tlen. Ezeket a képzőket, amely valamilyen tulajdonság hiányát jelöli, ezeket fosztóképzőknek nevezzük. Fosztóképzők, és mindig melléknevet képeznek. Ugye tud egy ige, kér egy ige, kéretlen, tudatlan, ezek melléknevek. Alak főnév, kép főnév, alaktalan, képtelen, melléknevek. Só és az étel, ugye, az egy főnév, a sótlan, étlen, az pedig melléknevet képzett. A következő képzőpárunk az ás és képző. Ismételten, ugye, se az é, se az á nem lehet kötőhang, hiszen hosszú magánhangzóról van szó. Ugye ás és képző. Ez a főnév azon csoportja, amit úgy nevezünk, hogy elvont fogalom. Legegyszerűbben úgy tudod megjegyezni, hogy ha arra gondolsz, hogy ezek azok a szavak, amelyet Barkóbában ugye fogalomnak adnánk fel. Ás és képző, tehát elvont fogalmat képez.
A ságség képzőnknek két jelentése is van. Ugye itt van a ságség első jelentésében. A hegység, a katonaság, ez itt gyűjtő nevet képez. Ugye a gyűjtő névnek a megnevezésében benne van, hogy azt jelenti, hogy sok dolog együtt. Míg a hiúság és a szépség ságség képzője, ismét tehát ságség, de egy másik értelemben, itt pedig már elvont fogalmat képez. Ugyanúgy elvont fogalom, mint az ás és képző. Tehát az ás és a ságség mind a kettő elvont fogalom képző, ezek tehát egymás szinoním, vagyis rokon értelmű képzői. Egy nagy képző csoport jön most, ez pedig a gat, get, gál, gél, dogál, degél, dögél képzünk, gat, get, gál, gél, dogál, degél, dögél, ezeket úgy hívjuk, hogy gyakorító képzők. Hogyha ezt így nem is tanulod, csak megjegyezed azt, hogy ezek mindig igét képeznek, azért hívják gyakorítónak, ugye? Mert az, hogy sütöget, az nem egy folyamatos, egyszer történő cselekvést jelent, hanem alkalmanként itt. Ugyanez a szaladgál, nevetgél. Tehát ezt úgy hívják, hogy gyakorító képző, és azért érdemes megjegyezni, mert ugye a képzőknél eddig megszoktuk, hogy olyan rövidek, 2-3 betűsek, az atlan etlen volt az első, ami több betűből állt. Na hát ez a dogál, degél, dögél, ez is olyan képző bokor, ami több tagból áll. Aztán jön az at-et képző, a párjával, a tat-tet képzővel. Tehát bontat, arattat, gyűjt-et, süt-tet. Ez az at et, illetve a tat-tet képző, ezt együtt úgy hívják, hogy műveltető képzők. Ha ezt így nem tanultad, csak azt jegyezd meg, hogy ez is egy ige képző, műveltető ige. A gyakorítónál is mindig ige volt egyébként a szófaja. Tehát a műveltető ige benne van a megnevezésében, hogy a tartalma azt jelenti, mindig mással végezteti el a cselekvést. Egy helyesírási kitérő, ugye nézd meg azt, hogy bontat, azt egy tével írjuk, viszont azt, hogy arattat, azt két tével. Mind a kettőnél tévégű a szótő, ugye a bont is tévégű, és az arat is tévégű. Nem nehéz észrevenned, hogy itt azért az at kapcsolódik hozzá, mert itt a t előtt egy mással hangzó van. Ilyenkor tehát az at-et képzőt kapcsoljuk hozzá. Itt ugyanerről van szó a gyűjtet esetében, hogy a t előtt itt is egy mással hangzó van. Míg a tat-tet képző esetében, és ugyanez a helyzet, csak itt ugye a t előtt egy magánhangzó van. Tehát, hogyha a t előtt magánhangzó van, akkor a tat-tetet kapcsoljuk hozzá, ha a t előtt mással hangzó van, akkor az at-et képzőt kapcsoljuk hozzá. Ugye a süttet t előtt is egy magánhangzó van, ezért a tet változat jön hozzá, és nem pedig az et. Az et az olyankor jön hozzá, amikor a t előtt mással hangzó van. Ezek voltak tehát a gyakoribb képzők.